a magyar államot felelősség terheli, amiért nem védte meg állampolgárait a holokauszt idején. Kollektív bűnösség nincs, de állami felelősség van. Jelentette ki Gulyás Márton a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen. Gábor Györggyel beszélgetünk. Az a fura ebben, hogy amit Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondott a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából, azt nem először halljuk. Ha jól emlékszem, akkor ezt már Orbán Viktortól is hallottuk valami hasonló szövegösszefüggésben. Gábor György vallásfilozófus, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, ez nagyon fontos volt, ami most elhangzott. Ugyanis még mielőtt a műsor nézője arra gondolna, hogy itt mi elkezdünk valami szőrszálakat hasogatni, gyorsan tisztázni érdemes azt, hogy először is a politikusok nem maguk írják a szövegeket. Szakértői gárdál mögöttük, és megvannak azok az emberek, akik megírják ezeket a szövegeket, amelyek nagyon-nagyon finom nüanszokat képesek elrejteni. Egyébként nem véletlen, hogy ma nagyon sok helyen, Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban külön olyan intézmények vannak, amelyek ezeket a beszédeket elemzik. Ugyanis azért fontos, mert későbbiekben a politikus mondhatja azt, hogy én ezt nem is mondtam, pedig mondta. Vagy pont ellenkezőleg, én azt mondtam, csak éppen nem tetszettek észrevenni. Na most, mi hangzott itt el ebben a beszédben? Hát az egyik abszurd állítás az az volt, és az abszurdon túl életveszélyes állítás, ami valahogy úgy szólt, hogy a 30-as években az antiszemitizmus erősödése az Magyarországot is elérte. Szó szerint idézi. Örülök neki, megtanultam, annyira szép volt. Na most, tehát Magyarországot is elérte. Begyűrűzött, ugye, Magyarországra más szóval. Vagy úgy is elképzelhetnénk, hogy volt egy központi elosztórendszer valahol Európában, és akkor onnan jutott kinek mennyi, az igények szerint különböző arányokban leosztva. Ez hazugság, ez a történelemnek egyszerűen a megerőszakolása, a történelemnek a politika képére való igazítása. Ugyanaz jelenik itt meg, és mindjárt mondom, ami megjelent például a szabadságtéri szörnyeteg emlékműben, és annak minden rémségében. Először is Magyarországot nem érte el a 30-as években az antiszemitizmus, Magyarországon itt volt az antiszemitizmus. 1883-ban jött létre például Istóci Győzőnek a hírhedt antiszemita pártja. Jelzem, ugyanakkor, amikor éppen a tiszeszvári vérvád per folyt. Alig pár évvel később Prohászka Ottokár, a majd későbbi székesfehérvári püspök már közzéteszi azokat a munkáit, amelyekben például a zsidóság a nemzet testén lévő fekélyként jelenik meg, és egyéb szép metaforákat is láthatunk. 1919 és 21 között Horthy tudtával ugye az országot különítményesek, halálbrigádok járják, és bosszút állnak a lakosságon, főként a zsidó, civil zsidó lakosságon. 1920-ban az imént említett Prohászka Ottokár szellemi atya, ugye, megszületik a numerus clausus törvény, és aztán folytathatnám még ugye az ébredő magyarokkal, a fajvédő turanisták létrejöttével, az egyetemi ifjúságot verő mozgalommal, és hol vannak még a 30-as évek. Tehát ez bizony a magyar valóságból, a magyar kontextusból nőtt ki, ez nem gyűrűzött be Magyarországra. Aki ezt állítja, az vagy nem ismeri a történelmet, ez a Jobbik, vagy pedig szándékosan hazudni akar. Jó, az első ponton akkor ilyen módon túl vagyunk, nem gyűrűzött, igenis megtelepedett, és volt rá igény. Volt. A magyar államot felelősség terheli, amiért nem védte meg állampolgárait a holokauszt idején. Nem védte meg? Ez lenne a helyes kifejezés? Akkor, amikor magyar adminisztráció, magyar vagonokon, vagy éppen magyar csendőrök által kísérve vitte a zsidókat? Szóval minden cinizmus nélkül nincs helye itt a cinizmusnak. Minden irónia nélkül nincs helye itt az iróniának. Visszakérdeznék, kitől kellett volna? Elsősorban önmagától kellett volna megvédenie a zsidókat a magyar államnak, mármint a magyar államnak kellett volna a magyar államtól megvédenie. mindazt, ami itt történt és lezajlott. Szó nem volt arról, hogy a magyar állam bármilyen módon is próbálkozott volna a zsidó állampolgárok, a magyar zsidók védelmével. Magyar logisztika alapján, a magyar bürokrácia szervezése mentén, a magyar csendőrség, a magyar államvasutak közreműködésével, és ne feledkezzünk el azokról az áldozatok honfitársairól, akik följelentették őket különböző okokból, a zsidó vagyonra pillantva, vagy csak azért, hogy megszerezzék azt a lakást, vagy a lakásban lévő szőnyeget, vagy evőeszközöket. Szóval ezt a magyar állam és a magyar társadalom hajtotta végre. Semmi védelemről nem volt szó, hanem éppen a totális kiszolgáltatottá tevés folyamatáról volt szó, minthogyha nem is magyar állampolgárok lettek volna. Van itt egy mondat, kollektív bűnösség nincs, de állami felelősség van. Ez egyúttal ment fel és vállal valamiféle felelősséget, vagy még ez se? Vagy ennél több? Kollektív bűnösség természetesen nincs, de mégis egy állami, kollektív módon elkövetett rettenet sorozatról van szó, amiért egyszer végre tisztességesen kéne vállalni a felelősséget, kimondani azt, hogy ez a történelem, amit megéltünk, ez a történelem, ez nem ránk szakadt, nem a német megszállóktól szakadt ránk, jól lehet az külön jellegzetességeket jelentett, hanem ezt a magyar állam produkálta a bevagonírozásig, a kiválasztásig, az áldozatok kifosztásáig, segédkezett ehhez, tehát ezt végre ki kéne mondani. Még egy dologra hadd emlékeztessem a nézőt. Elhangzott ugye az, hogy szintén Gulyás Gergely beszédében, hogy a holokauszt és az antiszemitizmus az a zsidó-keresztény tradícióval teljesen ellentétes. Igen, ezt magam is így gondolom. Ám de ezt megint csak jó lenne elmondani egyszer, és világossá tenni, hogy miközben tudjuk, hogy ellentétes, ám de az a több évszázados antijudaizmus, amely Európát jellemezte, és amely megjelent a templomi prédikációkban, nem csak a nagypénteki, húsvéti nagypénteki prédikációkra gondolok, megjelent az ábrázolásokban, a templomok falán, ezek mind-mind nem azonosak az antiszemitizmussal, de megágyaztak annak a lelkületnek, amely aztán domesztikáltá tette, az antiszemitizmust elfogadhatóvá tette, hogy úgy mondjam, magyarázhatóvá tette a magyarázhatatlant. Van itt Gulyás Gergely mondatai között igencsak tisztességes a veszteség, nem csak a zsidósági, hanem egész európai, nem csak a magyar zsidósági, hanem az egész magyar nemzeti. Ezen alig ha lehet vitatkozni. De amikor ilyen alapvető, baromi tisztességes mondatokat mond ki egy miniszter, akkor közben miért érdeke neki, a szövegírójának, a kormányának, bárkinek, hogy az alapvetésben, hogy mondjam, füllencsen, hogy javítsa az összképet, hogy ne vállalja magára azt, amit a történelemkönyvek alapján és a szemtanúk, a túlélők visszaemlékezései alapján evidencia. Miért érdekel? Ugye itt érkeztünk vissza megint bizonyos értelemben a szabadságtéri emlékműhöz. Szóval azért érdeke, mert egyáltalán a jelenlegi politikai berendezkedés a történelmet azt politikai célokra használja fel. Politikai erőforrásként kezeli a történelmet, ebből akarja, ebből a történelemből a saját képére és hasonlatosságára átrajzolt, átfestett, átsatírozott történelemből levezetni önmagát és a saját legitimitását. Tehát eszközként használja föl a történelmet önmaga politikai hatalmának az értelmezéséhez. De jobban használható úgy ez a történelem, a 20. század történelme, hogyha nem nézünk szembe a valósággal? Nem. Ez teljesen egyértelmű erre a válasz. Ugye mindannyiunk, valamennyien láttunk már olyan igazi, tipikus hollywoodi gics filmet, amely arról szól, hogy valaki elveszíti az emlékezetét mondjuk egy autóbalesetben. És aztán éveken, hosszú éveken át szenved, kínlódik, mert nincs emlékezete. Ez egy betegség következménye, tehát egy sérülés következménye. Na most ugyanígy az az ország, amelynek nincs emlékezete, vagy hazug emlékezete van, szándékosan félrevezetett emlékezete van, az ugyanolyan mentális betegség, egy egész országra kiterjedő mentális betegség. Valamennyien az életünk során, hogyha nem nézünk szembe időnként a viselt dolgainkkal, jókkal és rosszakkal egyaránt, mert minden van, akkor önmagunkat csapjuk be. A saját gyerekeinket, unokáinkat csapjuk be, és egy totális hazugságban, a hazugság beszédében egyszerűen képtelenség létezni. Gábor György, köszönöm. Mindjárt kontra, Mugár Péter lesz a vendégünk.